Ismételten köszöntünk mindenkit Sepangból. Következik a mindent eldöntő harmadik futam, az év utolsó versenyeit az Oscaro VTCR túrautó világkupában, ahol eldől, hogy Mihelis Norbi vagy Esteban Guerrieri lesz a világkupa győztes. Ki lesz a második, aki megnyeri a VTCR-t Gabriele Tarquini után. Csak ők ketten esélyesek már a bajnoki címre, és ennél tökéletesebb forgatókönyv nem is lehetne, ott vannak ketten az első sorban. Mihelis Norbi indul a poleból, Guerrieri pedig a második helyről, azután, hogy Guerrieri megnyerte a teljesen őrült második futamot, a 9. helyről indulva, Norbi pedig a 10. a 8. lett. 10 pont van köztük, ami azt jelenti, hogy Norbi egy kicsikét kényelmesebb helyzetben van, mint Guerrieri, mert látjuk, hogy azért esik az eső még mindig. A pálya valamennyit száradt, de folyamatosan csöpög, úgyhogy sokkal jobb nem lesz a helyzet. Norbi autóján pedig még dolgoznak a rajtrácsom. Üdvözlök én is mindenkit, de ez teljesen, egészen hihetetlen, hogy minden egyes futamot úgy kell kezdenünk, hogy slick vagy eső, és ha megnézed, slick gumik voltak Norbi autóján most is. Habár ezeket azért csinálják inkább, hogy a kivezetők körül meg tudják melegíteni valamennyire a slick gumikat. Közben nagyon nagy a rohanás Norbi autójánál, és nagy a kiabálás, én remélem, hogy ez csak az olaszos vérmérséklet, és nincs valami probléma. De nagyon dolgoznak, az előbb az olajszintet mérték, és az egyszer elő az autó alatt fekszik, ami sosem jó hír a rajtrácson. Egyszer már, de ezt nem is mondom inkább. Itt a rajtrács, inkább foglalkozzunk ezzel. Mihelis Norbi a DHL pole pozícióban másodszor ezen a hétvégén. 359 pontja van, 10-zel több, mint Guerrierinek, aki ott van mögötte a második helyen. Aztán Mikel Ascona a harmadik rajtkockában, és ugye Niki Katzburgnak kéne ott állni a negyedik helyen, de úgy tűnik, hogy az ő rajthelye üres maradt. Tarquini az 5., Farfus pedig a 6., remélhetőleg tehát Tarquini autóját sikerült megjavítani, és el tud majd indulni. Aztán Checon és Vervis a 7., 8. helyen, majd jön Girolami, illetve Ma. Hála Istennek, tehát Norbihoz vannak közelebb a segítői, mint Guerrierihez. Guerrieritől igen-igen messze a 9. helyen Nestor Girolami. 11. Langefeld, a 12. Tasi Attila, de sajnos nem fog elindulni váltó problémák miatt, úgyhogy neki itt véget is ért a szezon. Nagyon-nagyon sajnáljuk ezt, mert a második időmérő edzés után volt miben reménykedni. Müller a 13. helyről indul, de ő már nem lehet világkupa győztes. Aztán a 14. Panis, majd jön Shedden és Monteiro. Shedden azt ígért, hogy kockáztatni fog, és állítólag full slick gumit akar föltenni. Meglátjuk, hogy ebből mi lesz a pálya állapota alapján, ez nem tűnik annyira bölcs döntésnek. Jön Coronel és Erlasé, aztán Björk és Verné. Azért Verné teljesítménye is nagyon visszaszürkült a tavalyi évhez képest. Oké, hogy az Audi sem annyira versenyképes, de Verné ennél sokkal kiemelkedőbb volt tavaly. Benani, Haglöf, Oliveira és Huff. Ja, ők most jönnek. Még előrébb jártunk, akkor Björk, Verné, utána ugye Leuchter, Kristoffersson, Benani, Haglöf, De Oliveira és Huff, majd Priol és a MotoGP-s versenyző Siachrin, akinek az egykörös tempója alapján azt gondoltuk, hogy több szerep jut majd ezen a hétvégén, nem így alakult végül, és a többi szabadkártyás Douglas Coe, illetve Michel Chia az utolsó két helyen a Viper Nizza, illetve a Zengsler csapat színeiben. Ez tehát a rajtsorrend, és ez a kupa, amit itt a háttérben látunk, amiért megy a meccs. A képlet egyébként viszonylag egyszerű, bár jó nagy számokkal írtam föl, úgyhogy hosszúnak és összetettnek tűnik. Szóval, hogyha Guerrieri a 6. és a 15. hely között végez valahol, akkor Norbinak pontot sem kell szereznie a bajnoki címért. Ha Guerrieri 5., akkor Norbinak 15-nek kell bejönnie. Ha Guerrieri 4., akkor Norbinak egy 13. hely elég a világkupa győzelemhez. Ha Guerrieri 3., akkor Norbinak legalább egy 10. hely kell. Ha Guerrieri 2., akkor Norbinak egy 6. helyre van szüksége. És ha Guerrieri megnyeri a futamot, akkor Norbinak dobogóra kell állnia. Tehát minimum egy 3. helyre van szüksége, hogy világkupa győztes legyen. Olyan opció nincs, hogy a két versenyző pontazonossággal zárjon elméletileg, úgyhogy, illetve ha van is olyan, hogy futamgyőzelem azonossággal és pontazonossággal zárjon, olyan nincs, tehát ha pontazonosság alakulna ki, akkor mindenképpen Norbi a világkupa győztes. Nestor Girolaminál járunk, akinek eddig ez a két futam nem alakult valami jól, ugye az első versenyen rosszul választott gumit, slick, illetve esőgumit rakott fel előre is, hátra is, ez nem bizonyult jó döntésnek.
A második futamon pedig az egyik gumiát a forgásirány szempontjából rossz oldalra tették föl, és emiatt nem volt meg a tempója. Egész hétvégén hiányzott nekem úgy neki a tempója, ami Guerrierinek megvan. Habár hozzáteszem, hogy Guerrierinek a tempója is a mai napra állt igazán össze. Igen, igen, abszolút. Őnek az egykörös tempója tegnap nem volt igazán ütős. Viszont versenykörülmények között nagyon jó, és az is látszik Guerrierin, hogy az a fajta agresszivitás eddig, az eddigi két futamon nála nagyon jó keretek között tudott maradni, ami őt jellemzi. Nem ment bele olyan kockázatos manőverbe, amitől kiesett volna. Tegyük hozzá, ez majd utólag meg kell nézni, kilassítva ezeket az első köröket, hogy volt-e olyan szitu, ahol tényleg csak az égieknek köszönheti, hogy nem törte össze magát. Arra megyünk, majd mutatja Vervis, onnan megjön a víz. Hát még mindig jobb, onnan jön a víz, és arra megyünk, mint a fölfele akarnának menni, és oldalról jönne a víz. És a legnagyobb kérdés, hogy mivel mennek? Vervisnek most slickgumik voltak fent. Igen. Pedig látszik, hogy egy hihetetlen. Mind a három futamnál pontosan úgy alakul az időjárás, hogy szinte lehetetlen megmondani, hogy milyen jó választás. Ugye az első futam, ha esetleg valaki nem látta volna, az taknyos pályán indult, aztán elkezdett fölszáradni, majd megint taknyos lett. A második futam taknyos pályán indult volna, de amikor már nem lehetett kereket cserélni, akkor leszakadt az eső, és ebből lett a káosz. A harmadik futam az most megint ilyen csöpögő esőben, nedves pályán kezdődik, és hát nagyon úgy tűnik, hogy itt többen arra taktikáznak, hogy az eső el fog állni, és a pálya fel fog száradni, és akkor az elől-hátul slick jó választás lesz. Nem tudom, hogy pontosan hol tartunk időben a rajthoz képest, viszont van egy-két autó, ami már a földön van, ha jól látom, és döntő többségben, mintha slick gumikat láttam volna. Ez is egy slick, méghozzá egy alfa. Alfán. A hátsó gumit még nem tették föl, és ott egy esőgumi van viszont. Az első futamon a befutó taktika, akármilyen hihetetlen, az első slick és hátsó eső párosítás volt. De nagyon, ami a második futamon egyáltalán nem működött, az elején, a megszakításig. Sőt, hát ott teljes káosz volt. Ime Kevin Checkon, kinek ugye a történetét egyszer már elmeséltem, de hát ha vannak itt új nézők, amikor ő a tavaly év közepén megkapta a telefonhívást a Romeo Ferraris csapattól, állítólag a családi vállalkozás keretében egy építkezésen volt éppen, és ott hát nyilván nem lapátolt, de ott intézte a vállalkozás ügyeit. Ekkor csörgött a telefonja, és hívta őt Michele Cerutti, hogy be lehetne ülni Fabrizio Giovanardi autójába. Checkon pedig, bocsánat, nem is ő, szerintem Morbidellit, Checkon Morbidellit váltotta. És hát Checkon jött, és emlékezhetünk rá, hogy mennyire jó volt a tavalyi év végén. Az év felfedezettjének kiáltották ki. Az idei szezon kicsit hullámzóbb lett számára, és talán többször kapott ki mától, mint azt előzetesen sokan számították. Norbi autóján még mindig, ez nem ez Norbi nem autója. Norbi, a Norbi autójának már lecsukták a motorháztetejét, figyeltem. Farfus autója, igen. És Farfus is előtt slick, és hátul... Meg? Az eső. Gumival. Uh-huh. Fog neki vágni valószínűleg ennek a futamnak. Hát azért ehhez ma kell idegrendszer ott a pályán. De is mond. És ugye egy-egy ilyen verseny összeszokott jönni, de hogy mind a három futam ilyen legyen. Párfusz, aki majd megpróbálhat segíteni Norbinak. Hát ha előről nem is, már mint hogy védeni őt most nem kell, de az, hogy hátulról ne tudjanak hozzá közelebb kerülni. Ugye ezt a Hyundai dugót, ezt hátulról ő zárja a hatodik rajtkockában, és Tarquini indul majd az ötödik helyről. Jól néz ki ebben a villanyfényben ez a serleg, és azért szép lesz ez a villanyfényes futam, ha nem húznak akkora vízfüggönyt, mint az előző futamon. Mert ott csak rontott a világítás az egészen, mert jól megvilágította a vízfüggönyt, és az égvilágon semmi nem látszott. Nime Tarquini, aki előre slicket rakott, a hátsót viszont még nem tették föl. Úgy néz ki, hogy itt is erre fognak szavazni a csapatok döntő többsége. Mondjuk a körülmények talán most hasonlítanak legjobban az első futamhoz, amikor ez működött. 2009-ben volt világbajnok, tavaly ő nyerte a világkupát. A szombati nap során megkérdezték, hogy visszatér-e, azt mondta, hogy 50-50%.
Nagyon sokan temették már őt, ugye amióta napvilágot látott a pletyka, hogy csak két gyári támogatott Hyundai lesz jövőre, mert a gyártó inkább a Rally VB-n akarja elkölteni a fennmaradó pénzt. Azóta szinte mindenki biztosra vette, hogy Tarquini visszavonul. A pletykák arról szólnak, hogy Mihelis Norbi és mellette egy új versenyző, vagy Ascona, vagy Engster lehet majd a Hyundai-os páros jövőre. És ugye arról hallani, hogy összesen 6 Hyundai lehet a mezőnyben. És még egy dolog eldőlt, biztosan álló rajt lesz, mivel a safety car elhagyta a rajtrácsot. És ez mivel a 3 perces táblánál tartunk jelen pillanatban, innentől kezdve gumiabroncsot sem lehet váltani. Egy kérdés maradt, Geri Éri autóján milyen abroncsok vannak? Az biztos, hogy Kátzburg autóján már azok az abroncsok vannak, amikkel bekerül majd a konténerbe és visszautazik Európába. Kátzburg nem indulhat el az utolsó futamon. Az ő autója gyulladt ki a másodikon, megpróbálták összerakni, de nem állt föl a rajtrácsra. De nem a műszaki hiba miatt, a helyszínen dolgozók most erősítették meg, hogy a Müllerrel történt baleset miatt kizárták Kátzburgot erről a futamról, az egész verseny hétvégéről elméletileg. Nem az egész verseny hétvégéről, hanem erről a futamról, azért az nem mindegy. Úgyhogy Kátzburg ezért nincs ott a rajt pozíciójában. A Cuprával Ascona indul a harmadik rajtkockából majd. 2018-as TCR Europe bajnok. Nagyon sokáig volt harcban a bajnoki címért, mindenkit meglepve ezzel. Azért ezzel a Cuprával rajta kívül következetesen, kiegyensúlyozottan gyors senki sem tudott lenni. Úgyhogy nem véletlenül figyelt fel rá a Hyundai. A Müller panaszai azért célba értek ezzel, hogy Kátzburgot kizárták a harmadik futamról. Itt azért most jól látszott, hogy van még nedvesség a... És itt is hátul esőgumi van, elől meg slick. Szóval van még nedvesség az aszfalt rései között. Igen, Guerrieri biztosan előre slick gumit rakott hátra esőt, akár csak Tarquini és Farfus. Tényleg úgy tűnik, hogy ez lesz most itt a sláger. És nagyon jó lenne tudni, hogy mi van Norbi autójával, mert az egyáltalán nem volt biztató, amilyen tempóval és idegességgel dolgoztak rajta a szerelői. Egy negyedik hely és egy első hely, elképesztő, hogy Guerrieri is mit hoz ki ebből a hétvégéből. Tizedikről, negyedik, kilencedikről első. Elképesztően jó az autója, és nagyon fölszívta magát erre a hétvégére. És úgy vágtunk neki Sepangnak, hogy a legtöbben sokkal inkább Ivan Müllertől tartottak, mint Guerrieritől. Hát ehhez képest Guerrieri a nagy ellenfél. De Norbi autóját letették, Norbi ül az autóban. Elő slick, és hátul esőgumikkal felszerelve. Akik számítanak itt ebben a csatában, azok mindezt a kombinációt választották, és az első futamból kiindulva valószínűleg te is ezt tennéd, hogyha kérdezné a versenyződ, nem? Hát valószínűleg, mivel pont előnyben vagyok, van Norbi, Guerrierit kell követni még mindig, mivel ő az egyetlen célpont, és azt kell csinálni, amit ő csinál. Hogyha hátrányban van Guerrieri a döntésével, akkor menni kell vele, de előnyt semmiképpen ne szerezzen. A Honda most tette közzé, hogy mind a 4 versenyzőjük, aki indul, a slick és esőgumi párosítással megy, tehát Guerrieri, Girolami, Monteiro és Oliveira is. Tasi Attila sajnos váltóhiba miatt nem tud elindulni az év utolsó futamán. Hát nagyon reménykedni tudok csak benne, hogy Norbi autójával minden rendben. Gyere, úgy látom, hogy ő nem indította be az autót még. Na, miért remégnek Norbi fényszórói? Mindenki más már járó motorral. De jóval jár ez az autó.
hihetetlen feszültség. Égvilágon nem történik semmi, és a torkodban dobog a szíved. Itt a serleg, amiért megy a buli. És elindulnak. Norvi autója is elindul, jól van. Jön a bemelegítőkör, és aztán az ív utolsó futama. Mi Jelis Norvi autójában ülünk, és őt hallgatjuk mindjárt. Hát lehet, hogy az egész verseny legfontosabb rádióüzenetéből nem hallottunk szinte semmit. Az autó állapotáról beszéltek, az volt az utolsó információ, hogy áramtalan is le mindent, és indíts újra az összes rendszert. Nagyon úgy tűnik, hogy valami nem kerek. 10 pont előnyből a pole pozícióból indul Norbi, de... Jaj, ne legyen még egy probléma, ne legyen még egy csavar benne. Elég csavar volt már, megbűnhöttük a múltat, a jövendőt, most már nem kérünk többet. Legyen ennyi elég. Véget ért az év utolsó bemelegítőköre. Hyundai Motorsport részéről is vannak itt képviselők. Itt van Andrea Adamo. Mielis Norbi a rajtrácsa. Nem láttuk azt az áramtalanítást. Valószínűleg, amikor megállt, akkor megcsinálta. Lehet, hogy korábbi beszélgetés volt, és a rajtrácson hangzott még el. Következik az év utolsó futama, a mindent eldöntő harmadik verseny Sepangból. Mihelis a pole pozícióban, Guerrieri a második helyen. Mögötte Ascona, és aztán Katzburg üresen hagyott rajtkockája, aztán Tarquini és Farfus Cseccon, és Vervis Girolami, és ma majd Langefeld. Ez az első 10 autó. Ugye Katzburgot kizárták a bajnokságból, ez az első alkalom, hogy valakit kizárnak egy futamról, nem a bajnokságból, a futamról, az utolsó futamról. Na de akkor koncentráljunk az első sorra, és jöjjön az utolsó futam, megkapják a zöld zászlót, és kell egy nagyon jó rajt, olyan, amit általában Mihelis Norbi tud. Elengedik őket, viszonylag gyorsan, Norbi autója megindult, Guerrieri jobbat rajtolt. Kicsit kiforogtak a kerekek, de nem volt ez annyira rossz. Guerrieri egyből húzza rá az autót, Norbira egy kicsi tempó előnye van, Norbi fogja próbálni védeni a belső ívet. Nagyon szépen, most már azért kezd közelíteni Norbi, hamarabb fékezett, hogy el tudjon fordulni szűken. Guerrieri külső íve megelőzi, és ott van Ascona is, de Norbi tartja a belső ívet. És lehet, hogy ez jó döntés, bár ott külső íven Ascona is el tudott menni. Guerrieri vezet, Ascona a második, Norbi a harmadik, egyelőre még bajnok Norbi. Ha ennek így van vége, akkor még megvan, akkor még pont megvan. Jobb volt a rajt, de ha tényleg valami probléma van Norbi autójával, akkor örüljünk, hogy el tudott jönni. És Norbi egyelőre úgy tűnik, hogy szakad le az első kettőről kicsit. Mögötte Cseccon, aztán Vervis, és egyelőre nem férnek oda mögé a csapattársak. Dominik Greiner szurkol, egyetlen pont a különbség, és húznak el tőle. Semmi tapadás nincs a pályán, látszik. Vervis följött a negyedik helyre, sőt az ötödik helyre, Cseccon mögé. Virtuálisan így áll most a csapatbajnokság. Ez most minket kevésbé érdekel, Vervis támadja közben Cseccont, az Audisok szeretnének kockáztatni. Farfus mögött összeér Monteiro és az egyik Link & Co. Egyelőre mindenki szépen, úgy többé-kevésbé a pályán. Itt van Müller. Jaj, Norbi környékén most nagyon nagy a tumultus, de Norbi vissza tudja verni Vervist, de Norbi autója nincs rendben. Nagyon kell Tarquini, hogy Tarquininek oda kell valahogy kerülni Norbi mögé, és ő mindent megtesz ezért most. Ez hihetetlen. Ez elképesztő, hogy nincs vége ezeknek az állandó csavaroknak. Jön Kristoffersson, és megelőzi Norbit. És így már nem bajnok. És így már nem bajnok, Norbi, aztán Kristoffersson lecsúszik a pályáról, és Norbi talán vissza tudja előzni. Negyedik. Negyedik, miközben Ascona elkezdi támadni Guerrierit.
Ma esik ki. Nem tört ki, csak próbál visszatérni a pályára, és kiforgatja egészen balra a kormány, de alig-alig tud visszajönni. Így most 2 ponttal Geri éri el jobban. Ez őrület. És Norbi autójával valami baj van, ez teljesen egyértelmű. Sehol nincs az a tempó, amit láttunk az elmúlt 2 futamon. És az, amivel eddig szépen őrizte az előnyét. A 4. szektorban van sárga zászló. Ascona nagyon sokat tudna nekünk most segíteni. Hogyha Ascona megelőzi Guerrierit, akkor Norbinak elég 6. lennie. Farfus. És Ascona megelőzi. Még nem, de támadja. És közben Tarquini fölért Norbi mögé szerintem. Ascona külsőiben. Spanyol embernek ennyire még nem szurkoltunk. Kerék a keréken. Ha megvan az első hely, az Norbinak óriási segítség. A 2 autó között van 90 kiló különbség. Áldott jó 90 kiló. Segíts most egy picit Norbinak. Egyelőre ezt kivédekezte Guerrieri, de Ascona tempója jó. Ezt láttuk az előző futamon is. Safety car. Nem tudom, hogy ez jó vagy rossz, de ez lehet, hogy hát én ezzel azt mondom, egy kis időt tudunk nyerni. Ez most jó. Mert Norbi mögött egyébként is ott van a komplett mezőny. És szerintem Norbit megelőzte még valaki? Vagy csak... Nem, Kristoffersen előzte meg, és Kristoffersen pokolian gyors volt az első szektorban, ővé volt az abszolút legjobb idő. Most jó a felirat. Az előbb azt írták ki, hogy 3 pont a különbség, mondjuk az lehetetlen. Most már ugye sárga zászlót kapnak, előzni nem lehet. Szóval... Abból a szempontból, hogy Norbi mögött egyébként is ott lóhol a félmezőny, nem jön neki rosszul szerintem a safety car. Itt van még egyszer, ahogy próbálkozott Ascona. Eltűnt ez a tempó előny, ami az első futamon megvolt. Ott valamit nagyon szereltek a rajtrácson. És ezt valószínűleg csak utólag fogjuk megtudni, hogy mit. De ne ezen dőljön már el a dolog. Farfus autóját nem tudják egyelőre emberi erővel kiszedni a sóderágyból, úgyhogy valami járművet kell beküldeni érte. És Tarquini mindent megtett, hogy fölérjen Norbi mögé, de nem sikerült. Vagy mégis. Megelőzte valamikor Vervist, hogy Vervis kiállt onnan. Most egy Hyundai van Norbi mögött. Kristoffersen a 3., Norbi a 4., Tarquini és Vervis. Na mikor előzte? Lehet egyébként, hogy megtörtént az előzés, csak a számítógép lassú egy picit. Ugye a kérdés az az, hogy a sárga zászló és a safety car tábla bemutatása előtt vagy után történt meg. Habár Tarquini nem ma kezdte. Tarquini, hogyha a sárga zászló után előzött volna, már rég visszengedte volna a helyére Vervist. Ez viszont jó hír. Ez nagyon jó. Ez nagyon jó, mert innentől kezdve 2 dologban kell bízni, hogy Tarquini tudja védeni Norbit, illetve hogy Ascona megelőzi Guerrierit, mert egyelőre sajnos a Hyundai-ban nem látom, nem érzem azt a tempót, amivel ő üldözni tudná Guerrierit. Meghallgatjuk Björköt. Björknek elmondták, hogy a Björknek először mondták, hogy így a csapatbajnokság az övék, úgyhogy legyen óvatos, és próbálja megőrizni a helyezést. Közben Tarquini visszaengedte Vervist. Lantén úgy gondolom, hogy Kristoffersen 4-es ögumén van. A 14. helyről rajtolt. Kristoffersen a 22-ről. Bocsánat, 22. helyről rajtolt. És 3. Kristoffersennek esőgumija kell, hogy legyen elől, és pokolian gyors volt abban a félkörben, ameddig nem jött be a safety car. Ami lehet, hogy ismét jó. Az lehet, hogy ez a... Mert Kristoffersen menni fog előre. Nem nyert még a WTCR-ben futamot, nincs a jövő évi szerződése. Bocsánat, nyert már futamot. De itt még nem. De itt még nem.
De és mindegy, hogy nyert, vagy nyerjen ma futamot. Igen, de ha ez a tempó megmarad, hát most nekünk annál szebb kép nincsen, mint hogy Guerrierit előzgetik az ellenfelek, hiszen mind, különösen amíg az első három helyről beszélünk, minél hátrébb kerül Guerrieri, annál hatványozottan nő azoknak a pozícióknak a száma, ami bajnoki címet ér Norbinak. Hát a legrosszabb forgatókönyv az, ha Guerrieri nyer. Itt a drága maláj kollégák nem sietik el Farfus autójának a mentését. Lassan azért kiemelhetnék. Igen. Bár ez is ugye jó kérdés, hogy Norbi autója milyen állapotban van. Mi a jó nekünk, ha itt elégetünk egy pár kört. Igen, nagyon kiforognak kiforogtak Guerrierinél is. Kérdés ugye, hogy mennyire van felgumizva ilyenkor a pálya, honnan elindulnak. Elméletileg a külső ív az, ami felgumizottabb. Ascona óriási rajtot, és igen, ott a külső ível lehetett látni, hogy jön előre Kristoffersen, mint a talajvíz. Tehát látszott, hogy ő akárhova megy a pályán, neki sokkal jobb a tapadása, mint a többieknek. Biztos, hogy előre is elsőgumit rakott föl. Hát meg hol raknál fel elsőgumit, ha nem a 22. helyen? Igen. Főleg, hogy a másik irány az teljesen ki van zárva, a dupla slick. Az teljesen. Nem hiszem, hogy ez az optimális választás a slick és az eső hátul jelen pillanatban. De mivel ezen van a mezőny döntő többsége, ezért ezen kell megcsinálni. Most azt írja a gép, hogy Tarquini Checo mögé is visszaesett. Lehet, hogy két versenyzőt is a biztonsági autós etap elején előzött meg. Hát ugyan a rosszak a látási viszonyok, erről sokat beszéltünk. Lehet, hogy mire megjött a rádióüzenet, és meglátta a sárga zászlót addigra tényleg kint voltak a zászlók, és vissza kellett engednie, viszont ha ezt visszaengedte, akkor valószínűleg nem fog büntetést kapni. Na, mindenki rendezi most a sorokat, amíg Farfus autóját kiveszik, safety car egyelőre még nem kapcsolja le a lámpát. Ascónában és Kristoffersenben minden bizodalmunk. De ha esetleg megelőzi egy valaki Guerrierit, akkor Norbinak elég a hatodik hely. Ha netán ketten, hát Ascona és Kristoffersen is, akkor Norbinak elég a tizedik helyre bejönnie, és bajnok. Egyik sem garantált. Ez egy nagyon nehéz menet lesz. Hát főleg, hogy szemre nem egészséges Norbi autója. Hogy mekkora a probléma, azt ő tudja, de hogy nem százas, az biztos. Kérdezte Guerrieri, hogy hanyadik Norbi, mondta neki Dave Scott, hogy a tizedik, és hogy a negyedik, és hogy győzni kell. Most Tarquini megint ott van Norbi mögött. Értette ezt? Nem. De ma már több dolgot nem értettem. Ez elképesztő. Nem is akarom értem. Nekem mindegy. Valahogy egy ponttal de Guerrieri előtt kell végezni. És megint visszajött Checon és Vervis elé, úgyhogy lekapcsolta a safety car lámpáit, versenyezni fogunk újra a célegyenes rajtvonalától. Hát nem úgy nézett ki, mint aki azt magyarázza, hogy ezt nem nyerjük meg, saját kezemmel verem szét az autót. Minden esetre, most ahogy néztem, megint Vervis van Norbi mögött. Emlékszel, mit mondtál Ascona jövő évi szerződéséről? Igen. Igen. Remélem megkapja még ma ehhez a Borrai márkához a papírjait. Ma sokat tehet. Nagyon sokat tehet. Guerrieri innentől kezdve a főnök tempó szempontból. És Ascónában, illetve Kristoffersenben kell bírni. Norbi, mennyire közel jött Kristoffersenhoz, és mögötte Tarquini egy picit visszafogta a mezőnyt. Most szépen csinálta Tarquini. És Norbi már is tudja támadni Kristoffersent. Van mögötte legalább egy másodperci különbség. Nagyon jó lenne, ha vissza tudná előzni Norbi Kristoffersent. A belső ív Kristoffersen, de a külső ív egész tempósan autózható, ezt láttuk Ascónától. Norbi megpróbál ott maradni,
és ott kéne maradni kívül, mert a következő kanyarban belül lehet, elfogyott a tapadás, visszamegy Kristoffersson mögé, aztán összeérnek, és Kristoffersson picit szélesre csúszik, de ott tud maradni. Norvi még mindig a negyedik, és Guerrieri el tudott húzni az újraindításnál. De Norvi tempója most rendben van. Lehet, hogy a safety car alatt valamilyen képernyős távgyógyítással sikerült? Megint lecsúszik a pályáról Kristoffersson. Elképesztő, hogy még onnan is vissza lehet jönni. Ma mindenhol van tapadás. Ascon átvette a vezetést, megelőzte Guerrierit. Lehet, hogy Guerrieri is hibázott. Elképesztő. Guerrieri a második, és így most Norvi a bajnok. Most legyen vége. Te atya úristen, Tarquini mekkora elhúzott az újraindításra, hogy feltartotta a mezőnyt. 3 ponttal Norvi vezet, de most Norvi alatt is keresztbe úszik az autó, hogy megpróbál bemenni Kristoffersson mellé. Guerrieri pedig jönne. Ascona védi a pálya közepét, Guerrieri bevetődik mellé, és visszaszerzi a vezetést. De jön Kristoffersson külső íven. Kristoffersson nem létező íveket autózik, és már ott van Ascona mellett. Guerrieri újra az élen, és most újra ő a világkupa győztes. Meglöki egy kicsit. Oh, Guerrieri a füvön! És jönnek ketten is, elmennek mellette! Vagy nem? Vagy nem? Elképesztő, hogy vissza lehet jönni onnan. Norvi pedig érkezik Kristoffersson mellé. 4-en majdnem egymás mellett. Norvi és Kristoffersson egymás mellett, Ascona és Guerrieri szintén. Norvi belső íven, Guerrieri mellett már. És harmadik. Jön Kristoffersson viszont külső íven és visszaelőzi. De megint Ascona az élen. Mi folyik itt? Elképesztő. Mondja neki Csizó, hogy menj, menj! Hát, köszönöm. Norvi megint a negyedik, és közben megelőzte Kristoffersson is Guerrierit. Nincsen tapadás. Az egész pályán mindenki keresi az íveket, nem működik elő a slickgumi senkinek. Guerrieri visszaelőzte közben Kristoffersson, de még mindig Norvi a bajnok így. Így, hogy most Guerrieri a második, Norvinak elég a 6. hely. Guerrieri felesége. Nem kell műkörmöshöz menni szerintem. Kristoffersson nagyon gyors. Viszont Verwich is nagyon gyors. Norvi mögött. Nem lehet kivárásra autózni, ott kell maradni. És menni kell előre. És Tarquinit megelőzte Checon is. Kristoffersson megint támadja Guerrierit. Bemegy belőre, meg fogja csinálni. Ez így jó, és Kristoffersson meg fog próbálni egyből alá gyorsítani. Bocsánat, Guerrieri. Nem tudja. A Volkswagen koncernes autók nagyon jól működnek ebben az időben. Két különböző autóról beszélünk, de nagyon hasonló felépítéssel. Na és ez így most még sokkal jobb Norvinak. A 10. hely is elég már a bajnoki címhez. De rengeteg van még hátra, több mint a futam fele. Guerrieri nem fogja feladni. De nincs meg a tempója, ő sem tud menni az első kettővel. Sőt, Norvi nem szakad le Guerrieritől. Ott tud maradni vele. Össze-vissza csúszkálnak. Konkrétan a pálya mellett, a füvön sem sokkal rosszabb a tapadás. Jön Norvi Guerrieri mellé. És külsőivel megpróbál ott maradni. Megpróbál, de nem sikerült. Keresi Norvi a tapadást, mert Guerrieri feltartja. Guerrierinek nincs meg a tempója. Rettenetesen dühös, össze is érnek. Ennyi még azért benne van. Guerrieri lecsúszik picit. Közben lehet, hogy Guerrierinek párásodik a szélvédője, mert mint hogyha a fűtésre panaszkodna, és gondolom nem fázik. Menj tovább. Guerrierinek is problémái vannak. Nagyon sokat csúszott a füvön. Az egy óriási mentés volt tőle az előző körben. Lehet valamit összeszedett ott. Lehet, hogy csak egyszerűen a gumiai nagyon koszosak még. Ezt kéne megragadni, és Norvi szélárnyékból próbál most jönni a 3. helyért. Ki is húzódik Guerrieri mögül. Kristoffersson és Ascona ellépett, ez nekünk nagyon-nagyon jó hír. Megelőzte. És Norvi már jóval előrébb. Sőt... Hova lett Guerrieri? Guerrierit megelőzték ketten is. Guerrieri visszacsúszott. Mielis Norvi a 3. és Guerrieri már ott van Tarquini előtt.
a hatodik helyen! De kell csak hozni az autót! Villognak a vészvillogok Guerrieri autóján. Elképesztő, egy újabb fordulat! Hát ez hihetetlen! Ez viszont... De ez döbbenet! Ez döbbenet, le fog tiltani az autó. Az a két villogó piros fény azt jelenti a dashboardon, a kijelzőn. Mondják neki, hogy próbálj meg tovább menni. Norbi a harmadik! Azt jelenti, hogy vészprogramba kapcsolt valószínűleg Guerrieri autója. Hűtő. Azt történt, amit mondtam. Guerrieri lecsúszott a fűre, megteltek a hűtőnyílások fűvel, és túl melegedett a motor, és amint átlép egy bizonyos hőmérsékletet a motor, azonnal a vészprogramba kapcsol az autó, amit nem lehet kiiktatni, mert túl melegedik. És ilyenkor az autó óriási teljesítményvesztés van. Ez felfoghatatlan. Fél távnál vagyunk, jön Norbi. Rádiója. Most mondták meg Norbinak, hogy motor problémái vannak. Igen, amikor a radiátorról beszélt, vagy azt mondta, hogy radiátor, akkor ő a hűtőre gondolt, és a hűtés szállt el az autóján. Közben Csekkon és Vervis helyezkedik, de gyakorlatilag innentől kezdve, ha Guerrieri, sőt már most Guerrieri annyira hátulani Norbinak, pontot sem kéne szereznie, hogy bajnok legyen. Ki kell kerülni mindenféle. Tehát pont ezen gondolkoztam én is, hogy lehet, hogy ha nagyon kockázatos, akkor el lehet engedni Vervist meg Csekkont. Persze, amíg nincs baj, addig nem muszáj, lehet azért a dobogón ünnepelni a világkupa győzelmet. De kockázatot nem kell vállalni. Nincs erő az autóban. Guerrieri autó mindjárt megáll. Nincs, nem, el sem pörög. Dave Scott mondja, igen, hogy hát, ha valami csoda történik, menj tovább. Az alapprocedúra ilyenkor bármelyik más futamon az az, hogy megállítják a versenyzőt ott, ahol van a pályán, hogy ne legyen komolyabb sérülés a motorban. De most közölték vele, hogy menjen, ameddig, hogy az autó nem kell foglalkozni a motorral. Csekkon közben megelőzte Norbit a számítógép szerint, aki így most már nincs dobogón, de ezzel, hogy Guerrieri a 9., ezzel Norbinak pontot sem kell szereznie. Sőt, Guerrieri most már Priol is megelőzte. Sorra megy el mellette mindenki. Eszelős világbajnoki finálé. Micsoda 3-4 kör volt ez az elején. Hát és kezdtük azzal, hogy Norbi autójában valami nem kerek. Jön Vervis, menjen. Elengedik. Menjen Isten hírével. Hát minden ott indult, hogy Norbi autójával van baj. Bizony. Mondta Csizónak Norbi, hogy innentől kezdve óvatos leszek. Mondják neki, hogy ugye már a top 10-en kívül Guerrieri, és erre válaszolt Norbi, hogy akkor innentől kezdve óvatos leszek. Ez a pozíció, Tarquini mögötte, többiek előtte. Sőt, Tarquini és nincs más, Tarquini van ott, azt hittem, hogy még egy... Montero jön mögöttük, lemaradva. De ő messze van. Ő messze van. 5 másodpercre. Innentől kezdve csak végig kell bírnia az autónak a versenyt. Van egy hátvéd. A pont bőven elég, ami az 5. helyért jár. Már most 20 pont előnye van. Nagyon fontos ilyenkor, hogy nem szabad kiesni a saját ritmusodból. Valami be kell lőni egy tempót, és azt kell folyamatosan autózni, mert abban a pillanatban, hogy kicsúszol a ritmusodból, jöhet a hiba, és nem szabad hibázni. Hát ez valami eszelős érzelmi hullámvasút volt eddig, és még nem hiszem el, hogy vége van Bálint, még nem hiszem el. Nincs vége. Nincs vége, itt Guerrieri tudja hűteni valamennyit az autót, de hogyha nincsen, nem működnek a hűtők, a radiátorok, akkor... Shedden, aki mondta, hogy kockázatot fog vállalni, sóderágy lett a vége. Ez nem az az időjárás, ahol érdemes kockázatot vállalni, főleg, hogyha slick gumi van elől. Főleg, hogyha 17. helyen autózol. De ez most mindegy.
elmehetne ez a safety car a végéig. Életem leggyönyörűbb 6 safety car-os köre lenne. Kihozzák Guerrierit a boxba, hogy ki tudják tisztítani gyorsan. Most meg fogják próbálni. Hát nyilván innentől kezdve ők abban bízhatnak, hogy Norbi ki... Na! Hát ezt ők sem értik. Guerrieri tovább ment. Ennek nem volt sem értelme. Mert ugye már ha kijött a boxba, akkor úgyis pozíciókat veszített. Visszaesett Guerrieri a 24. helyre, de ez nagyon érdekes volt. Ott álltak a kompresszoros légfúvóval, hogy kitisztítsák a légbeömlőt. Ezt René Münichék sem értik. 21 pont. Ugye 11 jár az 5. helyért, meg az a 10, ami meg volt. Nem lesz ennek soha vége. BRC jelenleg 25 pont hátrányban. Nagyon úgy tűnik, hogy Iván Müllerik a csapatbajnokságot megnyerik, és azért ennyi dicséretet megérdemel a Cyan Racing. Ez a csapat 3 éven belül 3 különböző autóval lehet csapatbajnok. 2 éve Volvo-val, tavaly Hyundai-jal, idén a Lincoln Co-val. Müller a 11. helyen Girolami mögött. Ezért a Lincoln Co-k szépen föl araszolgattak az első 10-be, Björk a 8., Priol a 9., Müller a 11., de ők már nem játszanak. És a félmezőny szerintem elrontotta megint a gumiválasztást, hogyha visszatérünk erre. Áll a víz a pályán újra. És ugyanaz a forgatókönyv lemegy, hogy felelnek a rajtrácsra, felemelik az autót, csepereg az eső, szárad szinte a pálya, és amint lerakják az autót, abban a pillanatban elkezd esni az eső újra. Teszem hozzá, szerintem Guerrierinek se volt meg a tempója. Hát, továbbra is vészvillogó. Elég ideges Guerrieri, és mondja, hogy valaki mondja már meg, hogy mi a fene történik most, az autó nem megy, mi legyen. Ez itt hihetetlen itt, volt. Itt van ez a szitu. Itt fog lecsúszni Guerrieri a fűbe, és itt szedi össze a sok törmeléket. Sodródik kifele, Ascona is keresztbe áll, és itt érkezik meg mellé Norvi, és vele fognak szerintem összeérni. Nem, ez egy későbbi szituáció már szerintem. Ez korábban volt, amikor lecsúszott. Ez csak egy egyszerű, négyen elfordulunk egy kanyarban, egymás mellett történet volt. Csak egy egyszer. Itt ér össze, itt, és ez itt, az, ez itt, az. Itt, és itt Ascona, lökik be Ascona. Rosszul is emlékeztem, Ascona löki ki. Jó, mert ez nagyon fontos egyébként a narratíva szempontjából, hogy nem Norbi tette ki a fűre. Mondjuk ez is teljesen benne van. Ezek között a körülmények között, és most már megáll. De hogy az előbb miért nem? De teljes a káosz, mivel megkérdezte Guerrieri a csapatrádión, hogy mi folyik, valaki mondja el, és a versenymérnök is csak annyit tudott neki mondani, hogy ez nem az én döntésem volt. Majd szólok, ha gyereki. Guerrieri másodszor a boxban. Ezzel egy fél Endurance VB futamot le lehet tudni. Itt pedig Shedden. Sajnos az egész WTCR-es szereplésére jellemző az, amit látunk. A kör végén pedig kijön a biztonsági autó. Guerrieri pedig a tök utolsó helyen. 30 főből 23-an vannak még versenyben. És gyakorlatilag Norbi jelenállás szerint ki is eshet. Akkor is ő a bajnok. Én azért örülnék, ha ezt itt befejezni. Ez kétségtelen. Sőt, még egy dobogót is bele tudnék képzelni. Közben most írják ki nekünk, hogy az Ascona Guerrieri esetet a verseny után fogják vizsgálni. Nem mintha eznek bármi jelentősége lenne. Hát a mi szempontunkban az égvilágon semmi. De Ascona nem hiszem, hogy megbüntetik ezért.
ez az a kocs, ami a túrautózásban benne van, ha nincs tapadás, akkor ennek ez a vége. Ez borzasztó balszerencsésen jött ki Guerrieri számára, és azért, ha egy pillanatra behelyezkedsz az ő vagy az ő szurkolóinak a szitujába, nyilván iszonyatosan idegesítő. Tehát ők is mind mentek keresztül. Tudták, hogy nem Guerrieri a favorit, sikerült megelőzni Norbit, és utána egy ilyen helyzet miatt elveszíti a bajnokságot. Ascona melegíti már a gumikat. Norbi, from Gabriele Perquini, corner 7 and 8, on the external line there is more grip. Tarquini szólt a mérnökének, Norbi mérnökének, hogy szóljanak Norbinak, hogy a 7-es, 8-as kanyarban a külső íven nagyobb tapadás van. Próbálja meg azt az ívet használni ő is. Tarquininek sokat segített, sőt, rengeteget segített Norbi tavaly a világkupa győzelemhez, de úgy érzem, hogy ez most... Nem lesz kiegyenlítetlen a számla. Most nem. Erre gondolsz? Erre igen. Na, megkapták a zöld zászlót, a vonalig nem lehet még előzni. Ők négyen láthatóan még a győzelemért mennek, Norbi láthatóan csak azért, hogy pályán maradjon. Le is szakadt tőlük, de egyébként nem sikerült Vervisnek sem túl jól a kigyorsítás az utolsó kanyarból. Jön viszont Csekkon, és megtámadja Kristoffersson. Kristoffersson védi a belső ívet. Tarquini megint szépen fogta a mezőnyt. Senki nem tudott Norbi közelébe kerülni. Ascona nagyon okosan a külső ívet autózza. Ez nem tudom, hogy visszajátszás-e. Nem, ez élőkép újra a boxban. Igen, megint a boxban Guerrieri. Hihetetlen mennyiségű törmeléket szedett össze. Ugye ez egy külső ív valószínűleg, ami azt jelenti, hogy ebben az időben az összes törmelék, amit a versenyautók leszórnak a pálya szélére, azon az íven található. Azért ez itt egy nagyon nagy meccs lesz Bálint hármójuk között, de most, ha nem a kommentátor állásban lennék, akkor most sziszenne a sör, hogy nézzük. Nézzük. Szerintem Norbi sziszenten egyet lassan. Az a baj, hogy ezekben az autókban nincs pohártartó. Fog sziszenteni Norbi szerintem egyet s mást. Fú, de nehéz nap volt ez, pedig mennyire egyszerűnek tűnt. Hát fel se tudod már szép lassan sorolni, hogy hányszor estünk a magabiztosságból az aggodalomba és onnan aztán vissza. És pénteken a száraz pályán a közelébe nem tudott senki menni. A közelébe. 4 tizeddel verte a mezőnyt az első időmérőn úgy, hogy a többiek között századok voltak. Századok voltak, de azt az első időmérőn még azt tudtuk mondani, hogy ismét Tarquini egy olyan szélárnyékot biztosított neki, hogy több mint 10 km/h gyorsabban tudott menni Norbi a hátsó egyenesben, mint bárki más. És 3 vagy 4 tizedet tudott hozni az a félmezőnyön. Viszont a Q3-ban a második időmérőn ott nem volt szélárnyék, ott nem volt senki, és ott irgalmatlan erőnyt autózott ki. Erre ma leesett az eső. Miért ne? Hogy ne? És nem is akár, ha leesett volna. És nem de... is akár, mert ha lett volna olyan végig, mint a második futamon. Nem. Ilyen influenzás pálya volt. Kristoffersson közben. Én nem vagyok benne biztos, hogy ez a hármas befejező futamot amúgy. Kristoffersson külső ívről. Összeértek. Megy a box utcába mindjárt Kristoffersson. De ott tud maradni! Ott jött meg a tapadás, ott is felgumizva a pálya, és onnan tudott elfordulni. Kristoffersson átveszi a vezetést egy gyönyörű előzéssel. Ez az ő stílusa. És itt azonnal kijön egyébként az ő zsenialitása, ami egyébként a nagyon precíz aszfaltos vezetésben, ebben a mezőnyben nem érződött. Nem véletlen, hogy ő jövőre ismét a rallycrossra akar összpontosítani, és mellette néhány rally versenyen indulni. Csekkon közben megy azért, hogy a Romeo Ferrarisnak hozzon még egy akár második helyet. Az egyenesben az Alfa nagyon veszélyes lesz. Ez az Alfa egész jó autó lett erre a szezonra amúgy. Több dobogós helyezés. De azért dolgoztál az Unicorze csapatnál, úgyhogy biztos ilyen-olyan hírek lecsöpögtek hozzád. Azzal, hogy építik az elektromos autót, valamennyire szerinted veszélybe kerül a benzines?
Őszintén megmondom, hogy nem tudom. Szerintem ez egy kiforrott technológia lett. Nem gondolom, hogy ezt most fogják és el fogják dobni. Ez az autó, ez nagyjából most kezdett előszállni. Nem is erre gondolok. Arra gondolok, hogy el fogják költeni azt a pénzt a Romeo Ferraris, mint eddig, hogy itt menjenek. Mert azért ez nem egy olcsó bajnokság. Ismerve a csapatnak a struktúráját, nem tudják mind a kettőt finanszírozni. Uh-huh. Tehát valószínűleg egyet megtartanak, és egyet pedig megpróbálnak majd kiadni. Igen, de szerintem még akkora kérdések vannak az elektromos TCR túrautózás koncepciójával, hogy még egyelőre ők sem tudják, hogy mi a járható út. Ascona elfékezte és lecsúszott. És még ott is volt tapadás, néznek, hogy onnan visszajöjjön. És nézd meg, és így lett jó. Megtámadja. Őrület. Annyira nincsen tapadás amúgy, hanem teljes túlélésre játszanak. De össze-vissza mennek keresztbe kasul a pályán, és fogalmad nincs, hogy hol fog betapadni az autó. Ez egy szörnyű tulajdonság jelen pillanatban, hogy hátul az esőgumik miatt ugye betapad az autó hátulja. Ez azon kívül, hogy nagyon ortolásá teszi, ezekben a szituációkban, amikor jó lenne, hogy egy kicsit mozogna az autó hátulja és be lehessen fordulni, Ascona ismét lecsúszik. Igen, és most jön Checon, miközben Christopherson röhög a markába, mert ő meg tud lépni. Szóval olyan szituációkat tud ezt teremteni, ami teljesen elképzelhetetlen íveken működnek. Nézd meg az utolsó kanyart, előbb is Christopherson szinte a box utcából fordult vissza. Szűkembe ugyanoda kiengedi, előbb meg ráérzed, hogy ott van tapadás. Igen, innen jött, tehát a pályán kívülről kezdi a kanyart. És aztán jön onnan vissza Ascona, mert sokkal jobban tud kigyorsítani. Kettő kör. Norbi 1.35. Hatot autózott. Ezzel a tempóval senki nem veszélyezteti. Ascona teljesen rákapott ezekre az Oliveira ívekre, nézd meg, és ugyanúgy működik neki, mint ahogy működött a brazilnál. Egészen irreális ívekről kezdett, üvöltenénk már száraz pályán, hogy lecsúszott az ívről, és ehhez képest befordul simán, és a kigyorsítása meg sokkal jobb. Vervis futott nagyon jó első szektort, Norbi pedig kényelmesen jön az ötödik helyen. Másfél kör, Bálint, másfél kör. Másfél kör múlva Vialis Norbi világkupa győztes lehet. Itt van, végre megtalálja őt is a kamera. Méltatlanul keveset mutatták eddig. Ez egy nagyon nehéz szezon volt amúgy. És ha visszagondolunk a legelejére, Marrakesre. Hú, de rosszul indult. És Norbi is azt nyilatkozta, hogy teljesen újra kellett tervezni a vezetési stílusát, mert az idei évre egy új keverékű és új oldalfal merevséggel rendelkező gumiabroncsot hoztak, ami az ő vezetési stílusának egyszerűen nem feküdt. Nem volt komfortérzete az autóban, és nem volt meg a tempója, sőt, még a márkatársai is gyorsabbak voltak nála. És szépen lassan a Hungaroring második időmérőn, a semmiből megnyerve. Igen. Ott jött egy reménysugár, de még ott se állt össze teljesen, inkább a szezon közepe felé kezdett el megjönni az önbizalma. A szezon második felében szinte minden hétvégén nyert futamot, sőt. És attól függetlenül, hogy teljes támogatást kapott a csapattársaitól, kimagasló tempója volt a Hyundai-osok között. Ez már a WTCR padok. Fordulnak rá mindjárt a célegyenesre. És kezdődik az év utolsó köre. Vialis Norbi teljesen elengedte őket. Hadd menjenek! Gyerünk, Norbi, egyetlen kör! Geri éri lila szektorral középen a 22. helyen. Süsse meg! Tövé lehet! Több mint egy perc hátránnyal a 21-től. Ivan Müller, aki szintén bajnok esélyes volt a 15. helyen. Ők egy csapatbajnoki címmel mennek haza. Christophersonék befejezték, na és akkor most talpra magyar, az utolsó kör kezdődik. Ki is írták, ez már hivatalos, egy körre Vialis Norbi a világkupa győzelemtől. Egy szanaszétázott Sepangi körre. Itt jön Vervis, mutassák már azért egy picit többet őt. Christopherson ellépett, ő fogja megnyerni az idényzárót. Ascona és Checon dobogón lesz, ha nem golyózzák ki egymást. És ott a háttérben teljesen lemaradva Vervistől.
jön Mihelis Norbi! 2010-ben mutatkozott be a bajnokságban, 2012-ben privát bajnok lett, 2017-ben rettentő közel volt ahhoz, hogy világbajnoki címet szerezzen. Egy ágról szakadt fékrendszer vette el az esélyeit, nem is harcolhatott érte. És akkor nekifutott ennek az idényzárónak, azt gondoltuk az időmérők után, ó, de kis könnyű hétvége lesz ez. Hát nem az lett. Megjött az eső vasárnapra, és vele együtt a totális káosz. Csekkon még lezavarja a pályáról Ascónát, de most már egyáltalán nem vagyunk rájuk kíváncsiak. Ott jön Norbi a háttérben. Szépen pontosan pályán tartja az autót. Az utolsó kanyarokban járunk. Csekkon még mindig szorongatja Ascónát. Mindegy, legyenek mind a ketten másodikok, nekünk az sem számít. Csak nézzük már Norbit. Egyelőre nem látszik, sajnos a képbe sem nagyon kerül be. Nem mintha nem lenne teljesen mindegy most már, hogy hanyadik. Na végre! Az utolsó kanyarok. Johanna szemében a könnyek már. Eljött ez a pillanat, amiért ennyit dolgoztak. A pillanat, amiért a családja, az édesapja, az édesanyja, aki minden segítséget megadott neki, ennyit dolgozott, amiért Zengő Zoli ennyit dolgozott, aki lehetőséget adott neki Magyarországon, külföldön, elhozta őt a VTCR-be, hogy aztán tovább lépjen a gyári Honda csapathoz, onnan a gyári Hyundai csapathoz, és velük 2019-ben megnyerje a VTCR-t. Na kedves nézők, akkor most már ugye mindenki talpon, és 3-2-1, mondjuk együtt, Mihelis Norbi világkupa győztes! Megvan! Megvan! Ezt már nem veszi el senki! Ezt már nem veszi el senki! Nincs az a felügyelő, akinek odaadnánk! Norbi rázza az öklét az autóban! Az a precizitás, az a higgadtság, ami őt jellemzi, az megtermette a gyümölcsét. Ó, Istenem, megvan! Megvan! Ez a miénk, pontosabban az övé. És egy kicsit talán mi is a magunkénak érezzük. Édesem, Johanna könnyek között. Mennyi nehéz pillanat volt az elmúlt években. És mennyi nehéz pillanat volt csak ezen az egy ára a hétvégén. Hétvégén, órában. Mihelis Norbi, ott a felirat. A VTCR, a túrautó világkupa bajnoka. Eddig is tudtuk, hogy a túrautózás csúcsversenyzői közé tartozik, de ez most már belevéssik a könyvekbe. Amit megtalálunk majd a könyvtárakban. Norbi köszönetet mondott a szurkolóknak. Elnézést, annyira halk volt, nem is hallottam, hogy beszél. Köszi, hogy szóltál, Bálint. Sír Norbi. Szerintem nem csak ő. De nem kicsit. Emlékszel az, emlékszel az arcára pénteken? Emlékszem. Amikor várta a Q3 végén a többiek körét, hogy amikor egy puszit... Of course the team and all the fans who believed in me in the last bit more than 10 years, so thanks a lot. I cannot believe this. És persze, hogy nem feledkezik el a szurkolókról. I mean, this is amazing. I was flat out in race 3, probably you don't know, but we struggled a bit already on the outlap with the engine. It was during the race. Motorral volt baj az elején. Yeah, anyway, not important. The important thing is that I became 2019 WTCR champion. Yeah.
Yes! Kit érdekel, mondta Norbi, kit érdekel a motorhiba, az a lényeg, hogy én vagyok a 2019-es WTCR bajnok. És ő úgy vágott neki ennek a futamnak, hogy pontosan tudta, hogy nem jó az autó. És úgy tudott higgadt maradni, amikor négyen fordultak el egymás mellett. Az első néhány kör. Hányszor fogjuk ezt újra álmodni, és ő hányszor fogja majd ezeket a perceket? Világkupa győztes Mihelis Norbi. Első autós FIA világsorozat bajnoka, magyar bajnoka. Azért kell ezt ilyen lehetetlenül mondani, mert Kis Norbi nyert FIA kamion Európa bajnokságot. A WTCR királya, az van odaírva. Minden egyes betűje igaz. Bajnok Mihelis Norbi. Hát ezt mindig nehéz elhinni egy ilyen hétvége után. És Bálint, ezért fogunk erre még sokkal jobban emlékezni. Egy ilyen mocskosul nehéz hétvége végén világbajnoknak lenni. Kit érdek, hogy világkupának hívják? Mindenki tudja, hogy ez a túrautózás világbajnoksága. Most éppen így hívják. És tényleg pénteken egy olyan erős alapot fektetett le, ami azt hittük, hogy betonkemény. Láttad ilyennek Norbit valaha? Te azért versenyeztél vele nagyon sokat. Jön Cseh kongratulálni. Christopherson nyeri az év utolsó versenyét. Mihelis Norbit most nem fogják elengedni egy ideig. Ennyi ember még őt az életben nem ölelte, mint ahányan most fogják. Előkerültek a BRC-nél a bajnoki pólók. Kedves nézők, nekünk sajnos búcsúznunk kell, ugyanis a vasárnapi program igen-igen sűrű itt az Eurosporton. Nagyon sajnáljuk, hogy nem fogjuk tudni megmutatni önöknek a díjkiosztót, de mindenki a maga módján elkezdheti az ünneplést, sziszenjen, aminek sziszennie kell. Ma ne sajnáljanak semmit, mert Mihelis Norbi világkupa győztes 2019-ben. This program was presented by Oscaro.com. Quality auto parts online. The FIA WTCR is delivered by DHL. Presented by TAG Heuer, official timekeeper.